dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindörökké amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Testvéreim, együttérző szívvel állunk itt keresztény testvérünk koporsójánál. Ajánljuk őt közös imádságunkkal Isten irgalmába, és az örök életbe vetett hittel kérjük a Szentlélek vigasztalását. Látjátok, testvérek, ennyi az élet, zárul földi pályán, én már sírba térek. Jó Atyám, teremtőm Istenem, visszahívtás hozzád vágyik lelkem. Nagy hatalmat írt hódolat illet téged, atyai kezed a bajban óvott védett. Látjátok, testvérek, ennyi az élet, zárul földi pályám, én már sírba térek. Szent Jó Istennek áldott Krisztusom, végső szavam színed elé jusson. Ki meghaltál értem keresztfádon, égi hazámat tőled hittel várom. Látjátok, testvérek, ennyi az élet, zárul földi pályán, immár sírba térek. Szentlélek, Úristen, mindig olyanra hívtál, most se hagyj el, mikor rám a mennyél sírvár. Oly sokszor vigasztaltál gondban, vészben, üdvösségemet ma tőled újból kérem. Látjátok, testvérek, ennyi az élet, zárul földi pályám, én már sírba térek. Szűz Mária, Istennek szent anyja, hányszor szállt hozzád szívem hangja, hogy halálom óráján imádkozzál értem, tőled ezt bízva buzgón kértem. Látjátok, testvérek, ennyi az élet, zárul földi pályám, én már sírba térek. Szent őrangyalom és védőszentem, pártfogoljatok Isten előtt engem. A hit, remény, szeretetért áldva áldom, ő lehet egyedül célom, boldogságom. Látjátok, testvérek, ennyi az élet, zárul földi pályám, én már sírba térek. Adj, Uram, áldott nyugodalmat hívednek, engedd örök fényét látnom fönn a mennynek. Hadd dicsőíthessem ott a háromság egy Isten, köszönve oltalmat, létet, halált, minden. Látjátok, testvérek, ennyi az élet, zárul földi pályám, én már sírba térek. Hallgassuk meg élő hittel Krisztus üzenetét, aki a feltámadás és az élet, és aki az evangélium szavaival erősít és vigasztal minket. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Egy alkalommal így szólt Jézus tanítványaihoz: legyetek olyanok, mint a szolgák, akik urukra várnak, hogy hazatérjen a mennyegzőről. Szolgálatára készen, kezükben égő mécsessel vigyáznak, hogy azon a ajtót nyissanak, amikor uruk megérkezik és kopogtat. Boldogok a szolgák, akiket Uruk ébren talál, amikor megjön. Ismételten mondom nektek, hogy boldogok, mert Uruk megvendégeli szolgáit. Asztalhoz ülteti őket, körüljár és felszolgál nekik. Boldogok azok a szolgák, ha még akkor is virrasztva találja őket, ha éjfél után vagy csak hajnaltájban érkezik. Értsétek meg jól, a házigazda is ébren őrködnék, ha tudná, melyik órában jön a tolvaj. Nem hagyná, hogy kirabolják a házát. Ébren várakozzatok tehát, mert az ember fia megjöhet olyan órában, amikor nem is gondoljátok. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Jóságos Istenünk! Öröktől fogva elgondolt, csodálatos terved volt, hogy az embert az örök boldogság várományosává teszed. Szent tervedet az ember a bűn szerencsétlenségével elrontotta, és így a boldogságra alkalmatlanná tette magát. Elrontott szép terved egyik büntetése a halál, mely e testvérünkön is érvényesítette hatalmát. Istenünk, te bűnei ellenére is boldogítani akarod az embert. Szereteted nagyságában a halál után örök nyugalommal, zavartalan boldogsággal várod a lelkeket, akiket saját hasonlatosságodra teremtettél. E testvérünk is hordozta képmásodat a földön. Fogadd el magadénak, és ismerd fel lelkén a saját arcod vonásait. Talán nem mindig tudta megőrizni a szent hasonlatosságot. Bűnei és gyarlóságai miatt sokszor porlepte és homály vonta be lelke szépségét, de mégis a tiéd volt ő. Mutasd meg neki igazi arcodat. Fájdalommal intünk búcsút halott testvérünk felé, de él bennünk a remény, hogy ő már megismerte ítéletedet, és alkalmassá vált az örök élet boldogságára. Kérünk, vásd be reményünket, és hallgass meg érte végzett imánkat, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Testvéreim, amikor hívő lélekkel megadjuk az emberi testnek a végtisztességet, bizalommal kérjük Istent, hogy halottunkat, akit erőtlenségben temetünk el, erőben támassza fel szentjei között, és állítsa őt megdicsőült hívei sorába. Miután megszabadult a haláltól, és elnyerte bűnei bocsánatát, irgalmazzon neki az ítélet napján, és fogadja vissza atyai szeretetébe. Vegye vállára őt a jó pásztor, élvezze az el nem múló boldogságot és a szentek társaságát az örökké valóság királyának kíséretében. Emlékeztessen a szentelt víz keresztségünkre és Krisztusra, aki szenvedésével és feltámadásával megváltott minket. Gyertek, érte égi szentek, szent angyalok érte jártek, körötökbe fogadjátok, Úristennek ajánljátok. Krisztus, aki hazahívta, legyen örök félő napja, vegye hívet seregébe, mennyországnak örömébe. Imádkozzunk együtt Istenhez, a mi Urunkhoz, Jézus, ahogy a mi Urunk Jézus Krisztus tanított minket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Urunk Istenünk, irgalmad ajánljuk Károly testvérünk lelkét, hogy a világnak meghalva neked éljen. Emberi gyarlóságból elkövetett bűneit töröld el jóságosan, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Jézus világ megváltója, üdvözlégy életadója, megfeszített Isten fia, szent keresztet szívem hívja, Jézusat, hogy hozzád térjek, veled halljak, veled éljek. Jézusom, ha jön a végnap, ismerj engem magadénak, homlokomon piros véret, tiéd vagyok, úgy ítélj meg. Jézusat, hogy hozzád térjek, veled halljak, veled éljek. Könyörögjünk! Urunk Jézus Krisztus, te 3 napon át sírban nyugodtál, és ezzel megszentelted híveid sírját. Ezért a sírbatétel számunkra nem csak a test temetése, hanem növeli bennünk a feltámadás reményét is. Add, hogy Károly testvérünk, akit most eltemetünk, békességben nyugodjék mindaddig, amíg majd életre kelted a feltámadás napján, mert te vagy a feltámadás és az élet. Engedd, hogy a mennyei örök világosságot a te tündöklő arcodon lássa meg, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Elhunyt testvérünk a keresztvíz által Krisztushoz kapcsolódik a mulandó földi élet idejére. Megváltunk jósága engedje, hogy dicsőséges feltámadásában is részesüljön az utolsó napon. Az Úrnál nyugszom, örökken örökké, őt felosztottam, ott lakom nálunk. A mi Urunk Jézus Krisztus keresztjének jele legyen rajtad, ejelben váltott meg téged a megváltó, ejelben van üdvösségünk. Menj alá, gyarló testem, lépj örökös házadba, mert mint már földi éltem, jött előbb is olcsóra, korban lettél, korrá vár, könyvből lettél, könyvbe tár, hadd hívélek napig, megváltó Jézusunk tanítása szerint valljuk meg a Szent Háromság egy Istenbe és az örök életbe vetett hitünket. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülöttben, a mi Urunkban, ki fogantatik Szentlélektől, születék Szűz Máriától, kínzatték Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Harmadnap poklokra, harmadnapon halottaiból föltámada, fölméne a mennyekbe, ő a mindenható Atya Istennek jobbja felől, onnan lészen eljövendő, ítélni elveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, egy katolikus keresztény szentegyházat, szenteknek egyességét, bűnöknek bocsánatát, testnek feltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk testvéreim a meghalt hívekért, akik az Úrban hunytak el, hogy bűneiket megbocsásd, kérünk hogy büntetésüket elengedd. Kérünk téged, hallgass meg minket, hogy a meghalt életnek örök nyugodalmat adj. Kérünk téged, hallgass meg minket. Imádkozzunk valamennyi élő hívőért, különösen azért a testvérünkért, aki közülünk első meg tudja követni a most eltemetettet. Hogy minket szent szolgálatodban megtarts és megerősíts. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy szívünk vágyát a mennyország felé irányítsd. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy minket a hirtelen és készületlen haláltól megőrizd. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy minket a te békédben hazahívj. Kérünk téged, hallgass meg minket. Mindenható örök Isten, élők és holtak Ura, te megkönyörülsz mindazokon, akikről tudod, hogy hitük és jó cselekedeteik által a tieid lesznek. Hozzád könyörgünk most mindazokért, akik még a földön élnek, és azokért is, akik a más világra jutottak. Irgalmadból add meg nekik bűneik bocsánatát és az örök boldogságot, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Itt vagyok a feltámadás és az élet. Ki bennem hitel nyeri az üdvösséget. Hívőn élek, a halállal meg nem halhat. Bűneire trónusomnál nyeri balmat. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben. Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél az üdvösségtől. Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek. Hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsőséget. Én vagyok a feltámadás és az élet. Ki bennem hiszel, nyeri az üdvösséget. Hívőn élek, a halállal meg nem halhat. Bűneire trónusomnál nyeri valhat. Különös Jézus Krisztusom, hol találnak téged, kegyes megváltom, az igazságom, meleg fényes arc, nálad nélkül szívem, téged vágyat, téged az én lelkem kíván keresni, mert te nálad nélkül el kell kárhozni. Ó, szerelmes Krisztus, fordulj hozzám, igaztad meg szívem, tekintsél rám. Ha fel nem talállak, kegyes Krisztusom, elkárhozik lelkem, bizonnyal tudom. Ó, siess át hozzám, nyert el hozzám, ó, szerelmes Krisztus, jöjj mi valószaj. Ó, siess át hozzám, nyert el hozzám, ó, szerelmes Krisztus, jöjj mi valószaj. Tarts meg engem, Uram, az örök haláltól, hova rettenetes napon minden bajtól. Mitől az ég és föld meg fognak indulni, iszom világot, lángokban ítélni. Adj, Uram, örök nyugodalmat a meghalt híveknek, és az örök világosság fényeskedjék nekik. Nyugodjanak békességben. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindörökké. Amen. Örök nyugodalmat adjon, Uram, nekik, örök világosság fényeskedjék.